Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Támogatás. 244 millió forintból fejlődhetnek a Tolna megyei cégek. Véglegesen megoldódott a probléma, már nem fog beszakadni az út Kismányokon. Magyarok kenyere program, 800 kg lisztet osztanak szét a véradók között. Ítélet, 9 év börtönt kapott az idős férfit kirabló támadó. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 244 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak mikro- és kisvállalkozások, valamint magánszemélyek Tolna megyében. A kormányhivatal sajtótájékoztatón ismertette a munkahelyteremtést és megtartást, továbbá a kisvállalkozások fejlődését elősegítő pályázatokat. Meglévő munkahelyeket kell megőrizni, illetve újakat kell teremteni. Ezek megvalósításához a megyében 4 pályázat is rendelkezésre áll, ebből 3-ra szeptember elejéig lehet pályázni, mondta sajtótájékoztatóján Horváth Kálmán kormány megbízott. Országos viszonylatban a központi kis- és mikrovállalkozásokat támogató pályázatra 6 milliárd forintot szánt a kormány, ebből 2 milliárd forint volt a sikeres, ez nálunk 153 millió forintot jelentett, 8 vállalkozást tudtunk támogatni. Ez a központi munkahelyteremtő program. A cél a meglévő munkavállalói állomány megtartása mellett egy-két új munkahely létesítése, amit minimum 3 évig fenn kell tartani a munkaadóknak. Hasonló, de kifejezetten Tolna megyei a lépésről lépésre fejlődni pályázat, mely a megyei mikro- és kisvállalkozások élénkítését célozza meg. Itt a 16 nyertes pályázó összesen 81 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott, másfél és 10 millió forint között. Ezen kívül az álláskeresők vállalkozóvá válását 8 esetben támogatták, összesen 10 millió forinttal. A kifejezetten önkormányzatoknak vagy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégeknek szól a jelenleg is futó munkásszállás létesítését vagy felújítását célzó program. Ebben az esetben az európai normáknak megfelelő minimum 80 férőhelyes munkásszállás kialakítására vagy felújítására lehet 80% visszanemtérítendő támogatást szerezni. Szállásonként 4 alkalmazottat kell foglalkoztatni, de az üzemeltetési idő minimum 10 év. A pályázati feltételek szigorúak, de nem teljesíthetetlenek, mondta a kormány megbízott. Erre jövő év március 15-éig lehet pályázni az önkormányzatoknak. Végérvényesen megoldódott a kismányokiak egyik legnagyobb gondja. Nagy esők után a beszakadás veszélyeztette a település legfontosabb utcáját. A település fejlesztési operatív program forrásának köszönhetően az idei őszön már nem kell a veszélytől tartani. Ez az iratcsomag a kismányoki csapadékvízelvezető pályázatának dokumentumait tartalmazza. Ez is, ahogy a probléma beszakadás veszélyezteti az utat, már a múlté. Az útpatkát teljesen elmosta, és már közel egy ilyen fél méter volt csak az úttest szélétől ugye az árkunk, ami veszélyeztette egyrészt ugye a közlekedést is. Simon László polgármester azt mondja, elsősorban a buszok és a mezőgazdasági gépek közlekedése miatt volt veszélyben az úttest. Mindenféleképpen örömteli, hogy figyelembe véve az áremelkedéseket is, Kismányok község önkormányzatának őrészt nem kellett hozzátenni, hiszen a megnyert támogatási összeg a közel 21 millió forint, az elég volt ennek a földes áraknak a helyreállítására. A kismányokiak számára létfontosságú volt a vízelvezető megépülése, hiszen a víz a falu bevezető útját veszélyeztette. A területi operatív programnak köszönhetően 204 méter hosszban 20 millió forintból oldódhatott meg a helyiek egyik legnagyobb gondja. Több állatot vágtak le a hazai vágóhidakon az idei első 3/4 évben, mint egy évvel korábbi hasonló időszakban. 11%-kal több szarvasmarhát és 10%-kal több baromfi félét dolgoztak fel, ám a sertések esetében nincs számottevő változás. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adataiból az is kiderült, hogy ebben az időszakban 70 ezer anyakocát is levágtak, ez 10%-kal több, mint tavaly. A növekedés oka az lehet, hogy a gazdák félnek a sertéspestistől, de szerepe lehet benne a gabona árak emelkedésének és az ebből fakadó takarmánydrágulásnak is.
800 kg lisztet adott a szekszárdi véradó állomásnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Véradók Napja alkalmából. A Magyarok Kenyere programban elkészült lisztet a rendszeres véradók között osztják szét még az ünnepek előtt. Juhász Mihály 101. alkalommal nyújtotta a kezét. Ő az egyik legtöbbször segítő ember Tolna megyében. 18 éves korom után adom a vért, úgyhogy honvédségnél is adtam, hogy jönni. Úgy érzem, hogy ebbe tudok sejteni embertársakon. Magyarországon először 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket sokszoros véradóknak. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy november 27-e legyen a véradók napja. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretén belül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szinten is adományozni tud, és a vérellátó szolgálatnak 800 kg lisztet tudtunk adni ebben az évben, hogy a véradóknak ezt továbbadják a karácsony és az ünnepek alkalmával. Rendkívül fontosnak tartjuk azt a tevékenységet, amit a véradó állomás végez, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy abból a megyében összegyűjtött búzából, leörölt lisztből azok a véradók is kapjanak, akik ilyen áldozatkészek, és vállalják ezt a feladatot. A Magyar Agrárgazdasági Kamara 800 kg lisztet szállított a véradó állomásra az ünnep alkalmából. A véredás az adományozás egy speciális módja, hiszen az emberek saját testükből adakoznak. Valamivel, egy apró ajándékkal, ha megköszönjük a véradónak az ő adakozó gesztusát, azzal nagy örömet szoktunk szerezni. Mi törekszünk rá szponzorainkon keresztül is, hogy minél jobban valami apró ajándékkal megörvendeztethessük a véradókat. Nagyon szépen köszönöm. Örülök neki, hogy ilyenre van lehetőség. A 96-szoros véradó Bálint László is örült az adománynak. Azt mondja, minden egyes esetben, amikor megkapja az értesítést arról, hogy felhasználták a vérét valaki megsegítésére, olyan jó érzés fogja el, amiért érdemes újra és újra visszajönni, és vért adni. 9 év börtön kapott másodfokon jogerősen egy 28 éves férfi, mert Dunaszentgyörgyön a saját házában leitatott, majd megvert és kirabolt egy idős embert. Az áldozat ugyan megpróbálta kidobni a házból, ám az erőszakos támadó betörte a bejárati ajtó ablakát és visszament, majd újra rátámadta a védekezésre képtelen férfira. Az ítélet jogerős. A saját házában támadt rá az áldozatra az erőszakos férfi, együtt iszogattak, a bort nem sokkal korábban a támadó vitte magával, végigfigyelt arra, hogy az áldozata sokkal többet igyon, mint ő. Amikor már eléggé lerészegítette a házigazdát, kihasználva annak kábultságát, elkezdte átkutatni a házat. A sértett egy pillanatra kihozanodott, ekkor bukott le a vádlott, egymásnak estek, majd dulakodni kezdtek. A sértettet, aki egyébként 79. életévét betöltött idős személy volt, lábánál fogva a földre rántotta, és a földön legalább háromszor ököllel orrba ütötte. Ennek következtében a sértettnek az orrcsontja eltörött, tehát 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az áldozat felállt a földről, és kizavarta a házból a támadót, az viszont, ahogy kilökték a kapun, betörte az ajtó ablakát, és kinyitotta a zárat, majd visszalépett az ingatlanba. A saját házában megtámadott idős férfi akkor akarta rúgni a támadót, az viszont elkapta a lábát és újra ütni kezdte a földön fekvő áldozatot. Végül több mint 240 ezer forintot elvitt a házból. Az ügyben májusban hozott elsőfokú ítéletet a bíróság, akkor 9 év börtönt kapott a vádlott, ő viszont enyhítésért fellebbezett. A brutális támadás és rablás végére most tett pontot a másodfokon eljáró szekszárdi járásbíróság. A bíróság a vádlottat különös visszaesőként mondta ki bűnösnek. Idős koránál fogva bűncselekmény felismerésére korlátozottan képes személyisérelmére elkövetett rablás büntettében, magánlagsértés büntettében, testi sértés büntettében és több rendbeli lopás vétségében is. Az idős férfire támadó vádlottnak ezért 9 évre kell börtönbe vonulnia, ahonnan feltételesen sem bocsátható szabad lábra. A legjobbak között végzett a szekszárdi rendőrkapitányság egyik vizsgálója, egy a terror elhárítási központ által szervezett küzdősportgálán. Bogáns Gergő judóban és grapplingben is a harmadik helyezést érte el, maga mögé utasítva ezzel sok kollégáját. A fiatal rendőr 18 éves judózik, korábban volt már országos válogatott kerettag is.
A tatami széléről bíztatták és videózták kollégája, szekszárdi rendőrkapitányságon vizsgálóként dolgozó Bogáncs Gergőt. A fiatal rendőr Budapesten a terrorelhárítási központ által szervezett Budó és Küzdősportgálán képviselte Tolna megyét. Az országos versenyen a rendvédelmi szervek dolgozói vehettek részt. Gergő a választható 5 szám közül judóban és az ahhoz hasonló grapplingben küzdött. A grapplinggel kezdődtek a versenyek, ott három meccsen volt, ebből kettőt nyertem, egyet veszítettem, és így bronzérmes lettem. Közben pedig ugye ment közben a judó is, mondjuk, tehát volt olyan, hogy a grappling egyébként végeztem, mentem át a judó szőnyegre, ott pedig 4 meccsen volt, kettőt nyertem és kettőt veszítettem, és ott is bronzérmes lettem. A szekszárdi rendőrnek nem ez volt az első versenye. 18 éve judózik, és korábban már országos válogatott kerettag is volt. Jövőre újra elindul a versenyen, addig pedig, amikor a munkája engedi, szekszárdi mestereivel edz, akiknek azt mondja, a mostani eredményt is köszönheti. Ide járok le edzésekre, hogy a munkám engedi. Heti egyszer mindenképp leszoktam menni, hát ha úgy engedi a munka, akkor többször is. Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítést edzőimnek, Szepesi Józsefnek és Szepesi Dávidnak. Bogáncs Gergő a TEK versenye óta már újabb sikert is magáénak tudhat. Most hétvégén egy országos versenyen lett 5. helyezett. Több baleset történt hétfőn Tolna megyében. Szekszárdon egy ember könnyebben megsérült abban a balesetben, ami a Rákóczi utca és a Tolnai utca kereszteződésében történt a délutáni órákban. Az egyik autós balra kívánt kanyarodni, azonban nem adott elsőbséget a Rákóczi utcán szabályosan közlekedő tehergépkocsinak. Dombóváron a Bajcsi Zsilinszky és a Vörösmarty utca kereszteződésében is könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Itt egy segédmotoros kerékpárban rohant a mögötte haladó autós, amikor az megállt. Ünnepi műsorral, ebéddel és bállal köszöntötték a nyugdíjasokat Kétjen az Idősek Világnapja alkalmából. A 700 lelkes községben, ahol évtizedek óta hagyomány a szépkorúak köszöntése, jelenleg 100 nyugdíjas él. Egy hagymáért nem adom, nem adom, pálinkáért odadom, odaadom. A Kétyi Pletykás Asszonyok, ez volt a címe annak az előadásnak, amivel a helyi nyugdíjas klub tagjai készültek az idősek köszöntésére. A hol humoros, hol irónikus előadás elnyerte a közönség tetszését, sőt, amikor otthonkában és bottal a kezükben elkezdtek táncolni, hatalmas übriagást töltötte be a művelődési házat. Ezt én az internet segítségével állítottam össze, és utána a személyeknek kiosztottam ezeket a szövegeket, és közösen a nótát megtanultuk. Az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen a polgármester a község legidősebb tagjait egy csokor virággal köszöntötte. A 93 éves Lovas Gézáné, vagy ahogy a helyiek hívják, Mári néni is kapott az ajándékból. Azt mondja, amióta világ a világ, Kétyen élt, és mivel a férje 20 éve meghalt, a család többi tagja gondoskodik róla, de a túl nagy családi összejöveteleket már nem szereti. Van 9. 9. 9 unokája van összesen. Úgyhogy nem csak egyik, hanem a dédőnokák. Kétyen évtizedek óta hagyomány már, hogy ünnepi műsorral köszöntsék az idős embereket. Az idősek annyit már nem járnak ki a faluba. Nem szeretnénk, hogyha elszigetelődnének, azt sem szeretnénk, hogyha bezárkóznának. Próbálunk rájuk odafigyelni. Kétyen jelenleg 700-an élnek, közülük 100-an nyugdíjasak. 40 évvel ezelőtt adták át a Munkás Művelődési Központot Pakson. Ennek apropóján ünnepséget tartottak az intézményben, melyen Süli János miniszter mondott köszöntőt. Az elmúlt években folyamatosan megújult az intézmény, felkészülve arra, hogy hamarosan ismét több ezer munkavállaló érkezik Paksra. Az ünnepségen jelen volt az atomerőmű akkori vezérigazgatója, Pónya József is. Építkezéskor voltunk 11 ezeren, de azoktól féltettük kicsit ezt a szép építményt. Hát olyan összesen gyerekkel együtt minden körülbelül 8 ezer emberrel bővült. És ehhez képest nagyon jól kiszolgálta nagyságában is, meg mindenben. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Málenki robot, az áldozatokra emlékeztek Pécsen. Üzleti etikai díjat nyert a Lafarge cementgyár,
Idén először ítélték oda az elismerést a cégnek. Nemzetközi világnap, a prostitúció, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás ellen emeltek szót. A Szovjetunióba hurcoltakra emlékeztek a pécsiek a Mártírok útján emelt emlékműnél. Az eseményen Pápa Zsolt Pécs polgármestere mondott beszédet, aki az áldozatok megdöbbentő számára is kitért. Az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. Igen nagy számú csoportra emlékezünk, akiket meghurcoltak a II. Világháború végeztével és ezt követően. A szám dermesztő. Több mint 900 ezer honfitársunk volt az, akik különböző ok miatt hadifogságba kerülvén, ártatlan elhurcolván, nemzetiségük miatt, magyarságuk miatt az akkori Szovjetunió lágerébe kerültek. Üzleti etikai díjjal ismerték el a királyegyházi cementgyárat. A díj 2000 óta az üzleti élet rangos elismerésévé vált. Az alapítók célja az volt, hogy a magyar társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek azok a hazai vállalkozások, amelyek felelős tevékenységükkel és a társadalom érdekeivel összehangolt fejlesztéseikkel példát mutatnak. Külön értékelte a zsűri, hogy a Lafarge Cement Magyarország Kft. Szerves része a magyar körkörös gazdaságnak. Ez azt jelenti, hogy egyéb iparágnak a hulladékanyagát, illetve tovább nem hasznosítható anyagát tudjuk mi itt a cementgyárba a termékbe vagy beépíteni, vagy energetikailag hasznosítani. Az integritás fontos és szerves részét képezi a mindennapunknak, mindennapjainknak. Külön etikai kódexünk van, melynek betartását elvárjuk a dolgozóinktól, illetve a beszállítóinktól, akinek egyébként kb. 80%-a hazai. A helyi közösségek támogatását is külön értékeli ez a díj. A prostitúció, az emberkereskedelem, a kizsákmányolás és a lakásmaffia. A többek között ezek ellen is felszólaltak a nők elleni erőszak megszüntetésének Nemzetközi Világnapja alkalmából szervezett szakmai fórumon Kaposváron. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság mellett a Borostyán Virág Alapítvány és a Dél-Dunántúli regionális krízisambulancia szakemberei az elmúlt időszak tapasztalatait osztották meg egymással. Hosszú-hosszú évek óta először fordult az elő, hogy nem a vagyon elleni bűncselekmények elől ismerté vált vagyon elleni bűncselekmények száma emelkedett az elmúlt évhez képest, hanem többek között például a személy elleni bűncselekmények. Többek között például a szexuális jellegű bűncselekményeknek a száma. Nem számott emel, de emelkedett. 30-40-nel több van, mint tavaly ilyenkor volt, azért én azt gondolom, hogy ez valamilyen fajta intő példa. A statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen nőtt a szexuális jellegű zaklatások száma Somogy megyében. Erről beszélt Szijjártó István, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes, a nők elleni erőszak megszüntetésének Nemzetközi Világnapja alkalmából tartott szakmai fórumon. Az ilyen bajba jutott nőknek, családanyáknak segít immár hosszú évek óta a Borostyán Virág anya otthon. Évről évre éves szinten ilyen 150-170 embert tudunk ellátni. Nyilván az intézménynek van egyfajta maximális kapacitása, aminél viszont jóval nagyobb lenne az igény. Éppen ezért idén az alapítvány úgy döntött, hogy a jogszabályi maximumra 40 főre bővíti az intézménynek a létszámát, így gyakorlatilag még 6 fővel bővül az ellátottak köre. A Borostyán Virág Alapítvány kezdeményezésére januárban jött létre a Dél-Dunántúli regionális krízisambulancia, amely azonnali segítséget nyújt. Eddig több mint 60 ügyfél fordult a szakemberekhez. Olyan ügyfelek érkeztek hozzánk, akik eddig nem jelentek meg a bentlakásos intézményekben, például jobban kvalifikált, szakképzett, vagy akár diplomás bántalmazottak is. Bántalmazottaknak a 90%-a nő továbbra is, de hát így 10% a férfiak aránya. És ami meglepő volt, bár gondoltunk rá, hogy megjelennek mondjuk akár idősebbek is, hogy 16-17% a 60 év feletti bántalmazottaknak a megjelenése az ambulancián. A nők elleni erőszak megszüntetésének Nemzetközi Világnapján az ENSZ tagországokban világszerte megemlékeznek a bántalmazott, megerőszakolt, meggyilkolt nők százezreiről. Erre hívták fel a figyelmet Kaposváron is. A bekerült bántalmazott nőknek több mint az 50%-a
a hosszas beszélgetés során kiderült, hogy őket nem csak fizikálisan bántották, nem csak lelkileg, és nem azért, mert hogy a kapcsolatuk rossz, hanem mert volt olyan, aki nem ment ki az utcára megtenni azokat a tevékenységeket, amelyek nagyon fontosak mindahhoz, hogy az úriember otthon úgy tudjon élni, és a pénzt a hölgy prostitúcióból beszerezze. De nem csak a nők vannak veszélyben, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás a férfiakat is utoléri. A célcsoportunk az kimondottan az emberkereskedelem áldozatai és hozzátartozói. Azok, akiket prostitúcióra kényszerítenek, úgy Magyarországon, mint külföldön. A munkacélú kizsákmányoltak nagyon-nagyon sokan vannak. Vannak, amikor egyedülálló férfiakat úgymond odacsábítják valahova, és azt mondják, hogy majd kapsz te itt jó kis szállást, kaját, pénzt is, nagyon jó lesz neked. Aztán egy idő után kiderül, hogy már elmarad a pénz, egy idő után elmarad a kaja, egy idő után már a szállás is, de hát valamilyen szinten ott maradt. Uzsorások és lakásmafia elől menekülők rengetegen jönnek. A bűnmegelőzési szakmai fórumon elhangzott, egy-egy szervezet egyedül szinte tehetetlen az ilyen esetekkel szemben, ezért is fogtak össze megyeszerte az anyaotthonok, a krízisambulanciák és a rendőrség. Hagyományos, de zsemlés és gombás hurka is készült szombaton Szennán. A zserici településen immár 12. alkalommal rendezték meg a hurka fesztivált, amelyen 1200 méter bélbe töltöttek finomságokat. Ezekhez 3 mázsa húst és 2 mázsa rizst használtak fel a csapatok. A somogyi betyárok a kezdetek óta versenybe szállnak a Hurka Fesztiválon, ezúttal is tradicionális ízekkel készültek. Ez egy hagyományos véres hurka, ugye ilyenkor mindenki azzal kezdi, hogy só, bors, paprika, vöröshagyma, meg kellő bátorság, de én azt mondom, hogy legfontosabb talán az alapanyag. Ugye ilyen disznóvágáskor könnyű csinálni hurkát, mert akkor nyesedék, meg zsiradék, meg minden összejön, és akkor azt mindent összesöprik, azt beleteszik. A kadarkúti csapat rizses, véres, valamint zsemlés hurkát készített Szennán. Ez egy régi recept, polgármester úr hozta, az ő családja szokta készíteni. Leprított zsemlekockákkal készítjük rizs helyett. Először vettek részt a kadarkútiak a Szennai Hurka Fesztiválon, ahol a különleges fűszerezésre is odafigyeltek. Mi majorannát szoktunk plusz rakni, jóval nagyobb mennyiséget, mint alapból, és borsik a füvet. A szennai szervezők 1400 méter belet vásároltak, ebből 1200-ba hurkát, 200 méterbe pedig kolbászt töltöttek a csapatok. Összesen 3 mázsa húst és 2 mázsa rizst használtak fel a fesztiválon. Ez fontos, ezt a népi ételt bemutatni, és mi 12 évet csináljuk minden évben, és bemutatjuk, és látják, hogy mekkora sikere van, milyen sokan eljönnek minden évben, és keresik ezeket a régi ízeket, a régi disznóvágást, illetve a hangulat. A hangulat, ami itt van, az ugyanaz, mint régen volt, amikor a komák, jó barátok összejöttek, és egy disznóvágáson együtt voltak, beszélgettek, szórakoztak, jól érezték magukat. Az elmúlt 12 évben a Hurka Fesztiválnak köszönhetően megismerték a zserici település nevét az országban, mondta köszöntőjében Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke. Én külön kiemelném ebben a polgármester úr szerepét, mert az önkormányzati feladatokkal ez nem lenne kötelező a számára, ezt önként vállalta föl, és az elmúlt 12 évben ez nagyszerűen vitte végbe. Én szinte azt kell, hogy mondjam, az elejétől ide járok, de átlagosan minden második évben itt vagyok, és azt látom, hogy folyamatosan fejlődik, egyre többen jönnek. Gerencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője a szervezők töretlen lelkesedését, a hagyományőrzést és a nosztalgiát emelte ki a Szennai Hurka Fesztiválon. Azt hiszem, hogy nagyon sokan itt elevenítik fel azt, amikor gyerekkorukban az apjuk mellett fogták a disznófarkát, és próbáltak a disznóvágásban hasznosan részt venni, pálinkázni, forralt borozni. Szóval úgy minden egy helyen megvan, és ez amúgy máshol, miután kihalt a disznóvágás, alig-alig vágnak már disznót, itt megvan minden. Idén 12 csapat készítette a hagyományos és rendhagyó hurkákat Szennán. Készült tradicionális véres, de gombás és kukoricás hurka is. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Támogatás. 244 millió forintból fejlődhetnek a Tolna megyei cégek.
Véglegesen megoldódott a probléma, már nem fog beszakadni az út Kismányokon. Magyarok kenyere program 800 kg lisztet osztanak szét a véradók között. Ítélet, 9 év börtönt kapott az idős férfit kirabló támadó. Borongos, szeles időre készülhetünk szerdán, délelőtt még a hó is esett, este pedig megérkezik az igazi téli hideg idő, -4 fokkal. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!